Az Európai Parlament csütörtökön támogatta azt a törvénytervezetet, ami szerint az Egyesült Királyság állampolgárai a Brexit után 90 napig vízum nélkül tartózkodhatnak az EU-ban, ha London is ugyanilyen vízummentességet ad az uniós polgároknak. A jogszabály akkor lép hatályba, amikor az Egyesült Királyság kilép az Unióból. Az Európai Bizottság egyik alelnöke, a munkahelyteremtésért felelős biztos Jyrki Katainen nagyon valószínűnek nevezte, hogy bekövetkezik a megállapodás nélküli Brexit. Az alelnök szerint ez rendkívül költséges és káros lesz az EU-ra nézve, hiszen a gazdasági következmények nem csak az Egyesült Királyságot, hanem Európát is sújtják majd. Német kutatóintézetek szerint, ha bekövetkezik a rendezetlen brit kilépés, az világgazdasági szinten is konjunkturális kockázat. Az EU Brexit ügyi főtárgyalója Michel Barnier a jövőbeni szoros brit viszony fontosságáról beszélt. Szükségünk van a jövőbeni jó kapcsolatra, a kereskedelem, a légiközlekedés, az áruszállítás, az egyetemek közötti együttműködés, így az Erasmus program folytatása miatt is. Hasonlóképpen az igazságügyi és rendőrségi együttműködés folytatása is elengedhetetlen a britek által kezdeményezett kiválás után is. Európa érdeke is, hogy elkerülhessük a megállapodás nélküli Brexitet, ezért szükségünk van a brit alsóház jóváhagyására, magyarázta Michel Barnier. A Bank of England nemrégiben a megállapodás nélküli Brexit súlyos recessziós kockázataira hívta fel a figyelmet. A legkedvezőtlenebb szimulációs modell alapján a brit jegybank becslése szerint a brit nemzeti össztermék akár 8%-kal is zuhanhat, ha az Egyesült Királyság megállapodás nélkül lép ki az Európai Unióból.